ez a hely a kaffein kávézó üzlet lánc, mondhatjuk így, harmadik helye, itt a Calvin tér mellett a Baross utcában. 50%-ban tulajdonos vagyok a testvéremmel, és hát minden nap itt vagyok, és segítek a mindennapi munkában. Hát már régóta így kávézgatunk, reggelizünk edzések után, és akkor nagyon megszerettük, tényleg azért, amiben én így kicsit látok egy fantáziát, abban nagyon belemászom. Kaffein tulajdonosával, Nagy Dáviddal találkoztam egy barista versenypont, és akkor bemutattak egymásnak minket. Mondtam neki, hogy engem érdekel ez a dolog, és hogy egyáltalán szerettem volna látni, hogy hogy működik, vagy hogy néz ki egy tényleg egy ilyen üzletnek a működése, vagy egyáltalán a kávékultúra. És rögtön beállított dolgozni a Tampentúr nevezetű, az is az övé, és ott kellett dolgoznom szerda szombaton, hogy tényleg jobban átlássam a dolgokat. Itt állt ez az üzlet üresen, és megkérdezte, hogy van-e kedvem hozzá, én meg egyből, ha már egész kockázatot szeretek mindig vállalni, tényleg azért kicsit mindig feljebb megyek a falnak, bele is vágtunk, és november óta üzemelünk tök jól. Én nagyon-nagyon sokat vagyok itt. Igazából összeegyeztethető az úszásra, mert reggel 6-tól 9.30-ig vagyok az úszodába, utána ráadásul nagyon közel itt a Népligetbe. Aztán átjövök ide, tényleg amikor vagy vannak feladataim, azokat be tudom osztani, és délután 5-től kell visszamennem a Komiádiba, úgyhogy úgy gondolom azért van időm elintézni a dolgaimat. Nem gondolom, hogy én éjjel-nappal az úszodába leszek, és edző leszek, és egész nap tényleg ott fogok tenni-venni, ebben biztos vagyok, hogy ez nem így lesz. Azt sem gondolom, hogy egy irodába fogok ülni 8 órát, mert szerintem soha nem éltem úgy, hogy erre képes legyek. Az meg, hogy tényleg így üzletelgetek, meg ezt-azt csinálok, az mindig jellemző volt rám, ez az egyik most úgymond komolyabb próbálkozásom, úgyhogy remélem, hogy itt meg tudok ragadni. A foodtruckok például nagyon mennek, és nekünk is lesz mozgó kávézónk, ez a én régi ötletem, meg így pont passzol így szerintem a dolgainkhoz. Nagyon sok fesztivál van Magyarországon, és nem hiszem, hogy a kávé nem fér meg ott, meg hát van is rá példa, úgyhogy mi is szeretnénk ebben részt venni, és hát remélem egy-két hónap múlva be is tudjuk mutatni, amivel készülünk. Szerintem nagyon vicces lesz, meg tetszeni fog mindenkinek. Addig nyújtózkodok, amíg ír a takaróm, amin van, azzal próbálkozom. Biztos van olyan konstrukció, ami jó, meg nagyobb vállalkozásokban ez sokkal jobban használható. Én úgy gondolom, hogy én szeretem, ami az enyém, meg szeretek azért dolgozni, ami az enyém, és így teljesen saját tőkéből vágtunk bele ebbe a dologba. Hát azért, akik ismernek, tudják, hogy mindig voltak ötleteim, csináltam ezt-azt, mindig az úszás mellett, mert nem hittem abba, hogy nekem csak azzal kell törődnöm, de persze ilyen komolyan még semmit nem csináltam. Sportolók, megmondom őszintén, örülnek, mert van egy hely, ahol ők is így, hát tényleg közelebb kerülnek, így azért itt elég sokan megfordulnak, és akkor így legalább mi is kiszakadunk abból, hogy tényleg burokban élünk, és nagyon szeretném, hogy minél többen eljöjjenek, és tényleg itt bárki találkozhat úgymond híresebb sportoló, aki ugyanolyan ember, mint bárki más. Nem szeretek okoskodni, mert úgy gondolom, hogy sokkal többen értenek jobban ehhez a üzleti szférához, mint én. Tőlük is sokat kérek tanácsot, tényleg, meg nagyon felnézek rájuk. Amiben én hiszek, és amit az úszásban megtanultam, hogy tényleg azért én minden nap itt vagyok, jobban próbálom átlátni a dolgokat. Nagyon sokat segítek mindenkinek, ezt bárki elmondhatja, úgyhogy számíthatnak rám, és én ebben látom, hogy én nem a főnökük vagyok, hanem persze, de azért egy kicsit így a barátjuk, meg a segítőjük, és én ebben látom, hogy ebben talán sikeres lehet ez a vállalkozás, hogyha így állunk hozzá.